Sok szeretettel köszöntelek benneteket a csatornámon. Ma április 22-én egy spontán kirakással, méghozzá a lélektársadnak te vagy neki a kísértése, akinek nem tud ellent állni. És most megnézzük, hogy miért tiltsa ezt be magának, miért vagy neki a kísértése. És most megkérlek, hogy hangolódj rá teljesen, és koncentrálj, tényleg arra koncentrálj, amit most a pillanatban érzel iránta, és mit érez ő iránta, és küld el gondolatban, amit tudni szeretnél, de legelsőbb élvezd a hegyi kristály hangtál rezgését. Kitettem ezt a mesztelen nőt, vagy ezt a félmesztelen nőt és a kígyót, a megtiltott gyümölcsöt, és nézzük meg, miért vagy neki a kísérlete. Szeretném megtalálni a nyitját, hogy hogy is viszonyuljon hozzád. Úgy látom, és ezen nagyon-nagyon sokat gondolkodik, nem tudja, hogy hova tegyen tégedet, de ő teljesen a lelki oldalon nagyon hű te hozzád. Úgy látom, a hűség itt van nála, valamint itt ez a mély vágy, ami közöttetek van, és azt látom szintén, hogy hát igen, hogy megtalálna, nagyon szeretné megtalálni szívből, szívbe, hogy irányodba haladjon, és azt is nagyon szeretné, hogy ez gyorsan létrejöjjön közöttetek, hogy ez meggyógyuljon közöttetek ez a az érzés, vagy ő nála, hogy szóval te vagy neki a kísérlet, és nem tud neked ellenállni, hogy merjen, nézd, akkor ez a vonzó energia, hogy ő merjen irányodba lépni, azt szeretné elérned. Úgy látom, egy kicsit még ő becsapja önmagát, vagy nem egész őszinte önmagával, és hát úgy látom, azért nem hívott még meg, ez a múlt élettel kapcsolatos, a karmikus dolgokkal kapcsolatos valami, és ez tényleg a lelki társ kapcsolat, szóval ezt látom közöttetek. Hogy ez nagyon, nagyon intenzív érzés itt közöttetek valamint. Itt van tényleg, hogy itt van, hogy ez a nagy szerencse itt van közöttetek, és szeretne tényleg elindulni a szív útján irányodba. Szeretne elindulni a szív útján irányodban, és szeretné azt is elérni tényleg, hogy hát ezt a nyugtalanságot elengedni, hogy jobban érezze magát, hogy ez a nyugtalanság elmenjen, úgy látom. És hát azt látom még tényleg itten, hogy az új kezdet itt áll már előtte, tényleg, hogy olyan, annyira beindult már, annyira szeretné ezt az új kezdetet létrehozni, hogy megérkezni, de a másik oldalon pedig vannak benne ilyen gondolatok, hogy rágondol arra, hogy ez nem lesz jó, vagy lehet, hogy nem sikerül, hogy ő ezt nem érdemli meg, vagy nem teheti meg. Ilyen ellentétes gondolatok. A vágy itt van, igen, de ez meg kell mind, hogy gyógyuljon itt nála, és hogy ez mélyebbre menjen, hogy megengedje ezt a mély vágyat, hogy elküldje ezt a gondolatát, hogy elküldje ezt, amit ő nagyon tudni szeretne, tényleg az univerzumban úgy látom, valamint úgy látom szintén, hogy ez a bölcsesség benne van, ő tudja már ezt, de fél tőle, hogy ez egy nagyon-nagyon óriási nagy kihívás, és szeretné az új kapcsolatot, vagy ezt az új kezdetet elérni veled, és méghozzá, hogy szeretné elérni, hogyha ő merne lépni. De hát még nem mer lépni a külvilág véget, úgy látom, hogy a külvilág játszik nála egy szerepet, azért vagy neki a kihívás, de valamint érzi ezt a melegséget iránt. Ez egy nagyon jó érzés neki, szóval, hogy
De a sérelem mivel függ össze? Mivel függ össze a sérelem? A sérelem azzal függ, hát lehet, hogy már volt neki tényleg házasság, és megsütötte tényleg itt a kezét vele, vagy a száját, vagy hogy szokták mondani, és azért fél, és akkor feljönnek ezek a témák, és akkor inkább titokba hagyja ezt az egészet, és tényleg szeretne már megérkezni, hogy azt mondja, hogy jó, már megtaláltam a páromat, minden rendben van a szerelemben, úgy látom, és úgy látom szintén, hogy ez már régebb óta vágyik erre, hogy nagyon vágyik rá. Valamint úgy látom, a félelem itt van, ami téged illet, hogy kinyíljon ő te neked, attól ő fél. De tudja, hogy te is érzel iránta valamint, valamint azt is tudja, hogy majd az univerzum eldönti, hogy ez mélyebb rétegekben van már, ez nagyon mélyen van ez a szerelem közöttetek, és nézzük, mit mondanak még a kártyák. Azt mondják, igen, hogy ez múlt életből származó. Lelki módon kötődtök egymáshoz, és azt is látom, hogy igen, ő még nem mer, ő még állarcot hord, ő még nem áll hozzá. Mondom, hogy fél tőle. A múlt kapcsolatában, lehet előző kapcsolatában volt sérelem, ami emlékezteti erre. A komoly kapcsolat persze itt van gondolatban, ő nála, tudjuk. De még nem találta meg önmagát. Ő még nagyon zavaros, ahogy így gondolkodik. Ez még... Nem tudja, hogy mit akar, milyen irányba akar ő menni. Hogy írjon-e vagy nem-e? Ezt se tudja, hogy írjak-e vagy nem-e? Úgy gondolja magában. Nézzük. Koncentrálj. Hát az üzenet pedig az üzenet persze, hogy igen. Az a felelet rá, hogy szóval, hogy ő szeret tégedet valójában, és a te segítség kérésed már megérkezett, a te imád meg lesz hallgatva, azt mondják neked az angyalok. És ez is már egy nagyon-nagyon pozitív kártya, és nézzük meg még ezt a szívkártyából is, kérünk egyet a szívrezgésből, kérünk még egy kártyát neki, koncentráljatok rá. Három jött ki, négy kártya jött ki, és méghozzá azt ad, hogy ha mérgelődsz és a stresszed van, akkor menj ki a friss levegőre és lélegezz. Ha mérges vagy, akkor az egy elkeseredett segítséghívás a szeretet iránt. És legyen nap a szívedben, és hadd a szeretetet, hogy a szívedből kisugározzon. Nyisd ki a szívedet az isteni vezetésnek, és hagyjad, hogy ő téged vezessen. Remélem, ez tetszett neked, ha tetszett, lájkoljatok, kommentoljatok, és legközelebb szintén velem tartsatok. Sok szeretettel búcsúzok tőletek, sziasztok, Valéria!